elmegyek, azt rögtön interjút adsz, igen. Rendkívüli évünk és rendkívüli karácsonyunk van, ezért megkérdeztük az utca emberét, hogyan készülnek az ünnepekre, mi lesz a karácsonyi menü, lesz-e rokonlátogatás, és megkérdeztük azt is, hogy mit kívánnak a 2021-es esztendőre. Van-e karácsonyi hangulata idén? Semmi, abszolút semmi, ezt nem tudom bővebben kifejteni. Van? Van. Miért ne lenne? Karácsony az karácsony. Ajaj, persze, hogy van, jó pár napja. Takarítás megvan, bevásárlás megvan. Igazából alakul már, de mivel még van egy hét, még elég inkább ez a stressz faktor él inkább, hogy minden rendben legyen, minden, senki ne legyen beteg, és mindennel készen legyünk, és egyáltalán, hogy együtt tudjunk lenni majd. És egy kicsit most nehéz így lélekben készülni. Érezni rajtuk, így van a karácsonyi hangulatot, készülődnek az emberek szépen lassan, egyre jobban, hogy kezdődünk a 24-éhez, kezdődik a karácsonyi hangulat. Meg lehet így élni a karácsony? Meg. Tehát, mi templomba járó emberek vagyunk, tehát már eleve egy hónapja készülünk karácsonyra, és azért igen, meg lehet. Másképp, mint eddig, de meg lehet. Azért nem vagyunk droidok, úgyhogy mindent meg lehet élni, az ember rá tud hangolódni, de nem olyan, mint máskor. Hát ez a hangulat benne van az emberben, akkor ki vannak világítva a házak, meglátja sok fenyőárust, akkor nyilván bejönnek ezek a régi hangulatok, amit tulajdonképpen nem hiszem, hogy el tudják rontani a karácsony. Nyilván egy olyan helyen, ahol egy olyan családban, ahol mondjuk van elhunyt, aki a szeretteit elveszítette ebben a problémás helyzetben, ott nyilván nem ugyanez lesz a karácsony. Meg. Jó családom van, jó lányaim, jó hőm, jó unokám, jó nászasszonyom. Úgyhogy boldog vagyok. Akkor lehet vidám a karácsony ilyen körülmények között is. Reméljük. Persze, lehet attól még. Már miért ne? Minden fejben dől el, tehát hogyha azt szeretnénk, hogy vidám legyen, akkor vidám is lesz. Nyilván ez élethelyzet függő, kinek mit hozott ez az év, de úgy gondolom, hogy mindenki azért megtalálhatja azt, ami igazán örömet okozott neki az évbe. És ilyenkor valahogy az emberbe csak felszabadulnak ezek a boldog érzések. Hát nehéz lesz, mert akármilyen kicsi a családom, unokáimmal nem tudok találkozni, két unokám külföldön van, két dédunokám külföldön van, akik itthon vannak, nagyon szűk család lesz. Velük tudok találkozni. Megkérdeztem, hogy hogyan készülődnek? Hát semmi különös. A gyerekeknek nyilván venni kellett, azaz főleg rendeltünk most ajándékokat. Egyébként én mondtam a feleségemnek, hogy nekem ne vegyen semmit. A Rubik kockához egy kis szilikont, azt kértem Kínából. Hát egyelőre még nagyon sehogy, majd a napokba kezdünk el sütni, főzni. Karácsonyra úgy készülök, kérlek szépen, hogy elsősorban minden meg legyen a 24-éhez, ami kell az asztalon, mindenfajta ételre. Én mindent megveszek a saját maga idejében, nem hagyom az utolsó pillanatokra, mert mindenből szeretném megvenni a legjobbat és a legigényesebbet. Nem szeretném, hogy elvigyék előlem, mert rohamok lesznek az utolsó napokban mindenhol, mint az élelmiszerben, mint ahogy várható nálunk a fenyőpartnál is. Az utolsó pillanatokra hagyják az emberek a fontosabb dolgokat, vagy amit elfelejtenek, kinél mi, és akkor jön a nagy tumultus. A napok ugyanúgy telnek, dolgozunk, már aki dolgozik, készülődünk, vásárolgatunk. Mi lesz a karácsonyi menü? Fogalmam nincsen még. Nálam halászlé lesz, meg harcsa paprikás, csülökpörkölt, mind olyan, amit az unokák meg a család szeret. Nem leszünk sokan, vagy négyen, vagy hatan. Úgyhogy ez mondjuk még belefér a... Csak reméljük, hogy nem 8-kor, hanem netántán egy kicsikét később kelljen hazajönni. Azt, hogy itthon nálunk kis családi környezetben mi lesz, azt nem tudom, azt tudom, hogy az apósom bélszint sztrogonoffódra fog sütni, úgyhogy ezt nagyon várom. Nálunk az egy hagyomány, halászlé nélkül nem tudom elképzelni a 24-ét és töltött káposztával. Minden azok mellett hozzáteszem, hogy gazdagok nálunk a töltött káposzta, hagyományaink szerint mindenfajta finomsággal, ami létezik, összes jó íz és ingyenség van, az nálunk a töltött káposztával benne van. Nagyon szívesen meg szeretném ezzel majd vendégelni a Magyarországon lévő állampolgárságot, többek között a 17. kerületieket. Jövőre a központban a hurka, a kolbász, a csülüktöktől kezdve a főtt kacsákat fogom egy ilyen saját ízletes salátával feldíszíteni, vagy zöldségekkel. Hű, karácsonyi menü. Hát a szokásos halászlé, gondolom, mint mindenhol máshol, és a többit még nem döntöttük el.
És lesz rokon látogatás? Bevállalja? Nagyon minimális és szűk. Tehát csak szülők és mi. Hát lesz, mivel a lányom pedagógus, a vő meg üzletkötő mind a két helyen csinálnak tesztet. Reméljük a negatív, az tényleg negatív. Többen még mindenki otthon van. Hát a nagyszülőket muszáj meglátogatni az unokák miatt, meg hát hogy lássák a nagyszülők az unokákat. Tulajdonképpen a picit a születése óta nem is látták a nagyszülők, mert a vírus miatt nem akartunk lemenni vidékre hozzájuk. Hát egy család vagyunk, úgyhogy mi együtt fogunk ünnepelni. Természetes. Nagyszülőket meglátogatjuk. Ők azt mondták, menjünk nyugodtan. Ne féljünk mi semmitől, majd ha ők félnek, akkor mi is félhetünk. Lesz rokon látogatás? Nem, nem. Csak a gyerekek. Szokásos, hagyományosan, amit családunkban, keresztény családban van, hogy fenyőfa, együtt vacsorázunk, szerényen ajándékozunk, és ennyi a karácsony. Mit kíván 2021-re? Hát ennél jobb évet, mint az idei év volt. Úgyhogy egy derűsebbet, vidámabbat, és az emberek ne legyenek ennyire depressziósak, mint amennyire depressziósak. És a további kérdés az mi lesz? Nyugodtan adjad el a feladat. Még egyszer kérdezz meg a kérdést. Aha. Személyesen mit kívánsz 2021-re? Nem kell ide hajolnod. 2020. decemberében szeretném mindenkinek nagyon sok szeretettel kívánni, hogy a következő év a sokkal gördülőkenyebb és zökkenésmentesebb legyen, mint az idei, és az mostani sajnálatos módos életet, amit élünk, hogy lépjünk ki ebből, és a Covid megszűnjön 2021-től, és nagyon sok erőt, egészséget, örömünkben dús ünnepeket kívánok minden egyes Magyarországon élő embernek. Köszi szépen!